Sok nyugdíjas kívülről tudja, másnak a naptárjában van bejelölve, melyik hónapban mikor csöngetná a postás a nyugdíjával. Ez a bevett szokás változhat meg a jövőben. A Privát Bankár cikke szerint ugyanis a kormány célja, hogy minél jobban visszaszoruljon a készpénz használat. Ennek érdekében a nyugdíj is átterelnék a banki csatornákra, azzal az indokkal, hogy a készpénztartás jóval költségesebb. Az egyik nyugdíjas szövetség az elképzelés megjelenése óta sok levelet kapott az idősektől, akik közül sokan nem tetszésüknek adtak hangot ez a korosztály, a 70 vagy 80 év felettiek nem abban a rendszerben nőttek, amikor bankkártyát használtak volna. Ugyan van egy részük, aki már rendszeresen használja, de azok a fiatalabb korosztályhoz. a 60 év, vagy a 65 évesen nyugdíjba ment korosztály, akik már a munkahelyeken is használták. Az idősek időskorral ugyan az jár, hogy sokszor feledékenyek, és ezért a bankkártya mellett most is az a gyakorlat sajnos, hogy a PIN kódot ott tartja, és többször előfordult, hogy a PIN kódot, miután ismerték, ellopták a bankkártyát, és bizony leemelték az idősnek a számlájáról a készpénzt, és ott maradt ellátatlanul az idős ember. Mint az alelnök elmondta, azt kérik a kormánytól, várjanak ennek bevezetésével, vagy húzzanak meg egy életkorhatárt, ami felett maradhat a régi készpénzes kifizetés. Hozzátette az is gondot okoz, hogy nincsenek megteremte a váltáshoz szükséges feltételek. Sok kis településen ugyanis nincs bankjegy kiadó automata, ennek hiányában pedig sokaknak egy nagyobb településre kell bemenniük felvenni a pénzt, ami az öregek nagy részének nehézséget jelent, vagy más megoldáshoz szükséges folyamodniuk meg kell kérni valakit, szomszédot, vagy okont, vagy ismerőst, de hát természetesen ezáltal meg kicsit bizalmatlanok vagyunk, hiszen nagyon sokszor előfordul, hogy pontosan az időskorosztály sérelmére követnek el, még sokszor családtagok is olyan bűnesetet, amikor elviszik a pénzét, amikor lemelik a kátyájáról, vagy éppen sajnos nem egyszer már volt rablás, vagy éppen haláleset is, és a családta követtel. Éppen ezért nem meglepő, hogy többen bizalmatlanok, sokaknak pedig nincs is olyan családtagjuk, akit meg tudnának ezzel bízni. Román Demeterni elmondása szerint nem az átutalásra váltással van gond, de úgy látja alsó hangon és minimum tíz év kellene ennek bevezetéséhez. Marga Mihály pénzügyminiszter tavaly végén egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy felmérik az ország legelmaradottabb térségeit, ahol még nem terjedt el az elektronikus fizetés.